A gyűrűk urában, miután a sötétség hatalmát legyőzték, a megyét mindenféle kalandorok özönlötték el, és átvették a hatalmat. Hogy ítéli meg a mai Magyarország megye helyzetét? Én nekem azt kell mondanom, hogy a gyűrűk ura modellkönyv. A modellkönyv, ha megnézi gyűrűk urát, ott a jónak és a rossznak a győzelme ugyanolyan esélyű valamennyi fejezetben, és ugyanaz az esélye a jó vagy a rossz győzelmének a legvégén is. Az utolsó pillanatban minden esetben a jó győz. Igen, de most hol tartunk? Mert a jó győzött ott, de igazán mégse a jó került uralomra a harc után egyszerre. Hát minden harc után megváltozik a helyzet a megyében és másutt is. Még ennek a végső kimenetelét nem tudjuk, én biztosra veszem, hogyha sikerül elérni a céljainkat, az ország jó módú lesz és kiegyensúlyozott a társadalom. Szilárd alapot szolgál a politikai élet alatt.